mesélő. Itt van Kriszti! Én mindent nagyon jól tudok. Itt van Muki! Muki! Jézus barátai várnak! Sziasztok gyerekek! Ez itt a Muki sarok. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket itt az őserdőben. Ó, ez meg micsoda? Hát, gondoltuk, ma is jó lesz ez a szülinap. Tudod, itt az őserdőben van egy kis, mi is van itt, Priszka? Egy kis időeltolódás. Igen. Szóval igazából vehetjük úgy, hogy ma van a szülinapod, mert ugye az fontos. Hát igen, egy kicsit sírdogáltam miatt a múltkor. Tudom, Eszter, fontos a sírás, meg a dráma. Micsoda? Én ezt nem értem. Semmi baj, Eszti. Megértjük a nőket. Legfeljebb egyedül maradunk, de megértjük őket. Én nem értek semmit sem. Ti értitek ezt, gyerekek? Semmi baj. Vettük az adást. Fontos a szülinap, itt a torta, szóval nem kell sírni. Hát én ezt még mindig nem értem. Valóban a múltkor sírtam egy kicsit, mert hát eszembe jutott, hogy otthon hogyan is ünnepeltünk meg a születésnapokat, és egy kicsit magányos lettem. De azután eszembe jutott a kicsi borznak a története, és azonnal abba hagytam a szomorkodást. Ó, Eszter, mesél! Mesélj a kicsi borzról! Rendben, elmesélem. Szóval volt egy kicsi borz, akit Samunak hívtak. Nagyon-nagyon szép és különleges borz volt. Hatalmas szempillák, nagy bozontos farok, és képzeljétek el, vanília és méz illata volt. Hát, nem igazán tudom, de itt az őserdőben senki nem akarja felidegesíteni a borz család egyik tagját sem. Miért? Akkor mi történik? Hát felfújja magát, és valamit kilő magából, amitől aztán hanyat homlok menekülsz. Én ugyan nem menekülnék el ettől, ha emlékszel a múltkor, még a krokodil sem tudott megijeszteni. Hidd el, ettől elfutnál. Még Emerik az oroszlán sem kockáztatja meg, hogy egy borzot felmérgesítsen. Teljesen mindegy, ne vitatkozzatok. Ez egy illatos kicsi borz volt, és kész. Mesélj tovább. Szóval egyszer Samukának eljött a születésnapja. Az egész család sütött, főzött, készülődött, és még a többi állat is, akik máskor nem segítettek semmit, azok is kivették a részüket a munkából, hogy a szülinap nagyon, de nagyon, sőt, tökéletesen sikerüljön. De hát hiába buzgolkodtak, a kicsi borzocska, Samu nem tudott örülni, sőt, nagyon haragudott mindenkire. Hát én ezt tényleg nem értem. Mindenki csak azt kereste, hogy hogyan örüljön, és ő mégsem örült. Hát valóban, nem értette senki. És így, amikor a tortát vágták, már szinte mindenki csak sírt. Meg is értem. Sokat fáradsz és dolgozol, és mégsem kapsz egy köszönömöt sem. Hát, ez nem volt elég. Samu, a kicsi borz, annyira elege lett az egészből, hogy ebből az egész felhajtásból, hogy ő kijelentette, hogy neki soha többet nem lesz születésnapja. Hát ezt még jobban nem értem. Mint a drámát, meg a sírást. Szóval eltelt egy év. A kicsi borz emlékeztetett mindenkit, hogy neki nem kell születésnap, se torta, se ajándékok, se felhajtás. És aztán elérkezett a születésnapja, és felkelt, körülnézett, lement a konyhába, nem látott senkit és semmit, és nagyon elszomorodott. Annyira elkezdett sírni, hogy még a hegyeken túl is hallotta mindenki. Teljesen dagatra sírta a gyönyörű szemeit. És ekkor eljugrott az egész borz család ajándékokkal és tortával. Aztán... Wow. A kicsi borz annyira meghatódott, hogy rájött, hogy nem is az a fontos, hogy tökéletes legyen a születésnap, hanem igazán az, hogy van, aki szereti, és igazán vele szeretne ünnepelni. Így igaz, csak ez számít, hogy valaki gondol-e ránk ezen az egész kerek nagyvilágon. Igen, és én is erre jutottam,
hogyha nem is lenne senki, de ti itt vagytok. Jézus akkor is velem van, és velem ünnepelhetek. De látod, Eszter? Mi is igyekeztünk ám. Igen, Muki, látom az igyekezeteteket. És nagyon szépen köszönöm. De hogyan tudtátok elkészíteni ezt a tortát itt az őserdőben? Hát ez kicsit hosszú. Nem is. A bölényt megfejtjük, abból a mókus farkával kikeverte a tejszint, azután a majom, lopott egy kis epret, és az egészet összekevertük egy kis fehér csokival. És egy nagyon-nagyon hideg barlangba lehűtöttük. Közben az egyik majom a nyelvével simára nyalta a krémet. Mhm. Hát ez nagyon jól hangzik, köszönöm szépen. Hát, de ha már itt vagyunk, hogy torta, meg születésnap, akkor énekeljünk el együtt egy dalt. Töröld le a könnyeidet, ne itasd az egereket, semmi hiszti nem jön rám, most a sírást hagyjad abba. Hisz van mit inni, 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 van mit enni, 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 van is mibe, mibe, mibe öltözködni, felöltözni, minek sírni, 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 ez jobb nevetni, egymást mindig. Hisz van mit inni, 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 van mit enni, 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 van is mibe, mibe, mibe öltözködni, felöltözni, minek sírni, 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 jobb nevetni, egymást mindig, 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 nagyon szeretni. Kedves gyerekek, annyira örülünk, hogy ma is velünk tartottatok. Kedves Muki és Piszilla, és kedves gyerekek, ne felejtsétek el, hogy sokkal fontosabb az, hogy vannak, akik szeretnek minket, mint az ajándékok, vagy a születésnap. Nagyon örülünk, hogy ma is itt voltatok velünk, gyerekek, és reméljük, hogy következő alkalommal is találkozunk. Sziasztok! 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 Itt van Kriszti! Én minket nagyon jól tudok! Itt van Muki!